A Future Talks vendége dr. Zolnay Judit, a MetLife biztosító társaság vezérigazgatója. Szia Judit, örülök, hogy itt vagy. Szia, Szilvi. Azon meditáltam, hogy ugye a jövőről beszélünk, és az ember nem nagyon tudja azt eldönteni, hogy mennyire közeli, vagy éppen mennyire távoli a jövő, és olvasgattam mindenféle cikkeket a készülés közben, és rátaláltam a McKinsey-nél egy anyagra, ahol nagyon érdekes dolgot mondanak, ők nem is néznek nagyon-nagyon előre, 2030-as a dátum, 2030-ban egy Scott nevű ügyfél elindul a lakásából, és akkor oda megy az önvezető autójához, de úgy dönt, hogy aznap végül is aktiválja a kocsit, és ő fogja vezetni. És akkor neki van egy személyi asszisztens, aki ezt rögtön lejelenti a biztosítótársaság felé, ahol a biztosítótársaságnak az asszisztense azt mondja, hogy hát van egy másik útvonal, akkor ne arra menjen, mert az az útvonal, ahol ő megy, ez balesetveszélyesebb, de valahogy ez a Scott ez nem foglalkozik ezzel, mert ő arra szeretne menni. Ebben a pillanatban rögtön megváltozik a díjfizetési tétele, plusz megváltozik az életbiztosítási díja is, és ezt azon nyomban leszedik a számlájáról. És azon gondolkoztam, hogy ez tényleg ennyire közel van, hogy erre kell nektek a biztosító piacon felkészülni? Bizonyos vagyok abban, hogy ha nem is tűpontosan ezekkel a válaszokkal, vagy ezekkel a reakciókkal, de biztos, hogy nem kerülheti el a biztosítási iparág azokat a megatrendeket, ami nem csak a technológiai fejlődésnek köszönhetően már a rapid kapcsolat az ügyfeleink szokásai, használati szokásai, és legyenek itt a vagyontárgyak, vagy a saját életében kapcsolatos kockázatokkal, hogyan és milyen feltételekkel vállalunk mi biztosítási biztonságot. Én azt gondolom, hogy ha én még hozzátehetnék, és tovább fűzném a történetet, Scott lehet, hogy már Alzheimer-kóros, viszont a technológiának és az orvostudománynak köszönhetően sokkal hosszabb életkilátásokkal bír, már 20-30-ban, és köszönhetően a kiváló gyógyszeres terápiának, amit a biztosításának köszönhetően tud elérni, hiszen azért az új technológiák és ezek az élet hosszabbítását és a minőségi életet befolyásoló technológiák azért mindig pénzbe fognak kerülni, és valószínűleg tartom, hogy ezt egy sima pénztárcából való belenyúlásnál nem biztos, hogy elérhetik majd az ügyfelek. Talán még azt is hozzátenném, hogy bizonyos vagyok abban, hogy Scott már ezeket a döntéseket, mikor meghozta, már bele lett kalkulálva a díjába, hogy neki lehet Alzheimer-kórja, és életbe lépett az a speciális fedezet, amivel ebben esetleg díjkedvezményt adott ezekből a megemelt díjakból, hiszen ő, ha egy ilyen fedezetre kötött biztosítást, akkor ezekkel viszont később csökkenthetik ezeket a felárakat. Ez egyébként elképesztő, ez tényleg arról szól, hogy olyan dolgokra kell mondjuk a biztosítótársaságoknak felkészülni, ami most a mindennapi életünkben azért nincsen jelen. Szóval hoztad az ügyfeleket, azt se tudom, hogy az ügyfelek, tehát vagy a potenciális ügyfelek fejében egyáltalán benne van, mert 2030 az itt van a nyakunkon, szóval nem arról beszélünk, hogy majd nem tudom 2100-ban mi lesz, hanem hogy 8 év múlva mi történik velünk. Ugye nagyszüleim mindig mondták, hogy nem kell a kását annyira forrón enni, azért ezek a jövőbeli trendkutatások azért nem tudják tűpontosan meghatározni, hogy mikor és melyik országban a technológiának milyen fejlettsége fogja meghatározni a piaci viszonyokat. De hogyha egy picit megnézem a másik oldalát ennek a jövőnek, akkor lesz, ami nem változik. Hiszen gyakorlatilag a rómaiak óta beszélhetünk biztosításról, amikor is az egész úgy indult, hogy a római hajó tulajdonosok, mikor megunták azt, hogy egymás után esetleg valamelyik kalóz csapat elsüllyeszti az olajjal tömött, olívaolajjal tömött hajószállítmányaikat, akkor egy kocsmában összeültek, és ott a bú bánatukat ugye próbálták felettetni italozás közben, és aztán eszükbe jutott, hogyha úgy 15-20-an összefognának, és azt mondanák, hogy mindig összetennének valamennyi pénzt, egy közösséget, egy veszélyközösséget alakítanának ki, akkor, hogyha valamelyiküknek elsüllyed a hajó, akkor ebből az összegből
ő kártérítést kaphatna, enyhíteni azokat a vagyoni károkat, amiket elszenved. Aztán rendszeresen folytatnák tovább a befizetést, több hajós kapitányt vagy hajótulajdonos összegyűjtenek, így minél nagyobb a veszélyközösség, annál jobban tudják ezeket hárítani. Aztán a modernkori biztosítás, ugye az a londoni tűzvészhez köti a történet tudomány, mármint a szakmai történet tudomány, amikor ugye rengetegen elvesztették a házukat, és akkor egy olyan pusztítás volt, és általában mindig egyébként az emberiség történetben kell valami mohács ahhoz, hogy változzon a kondíció. Például a legutóbbi Covid időszak is rengeteg ilyen változást hozott az emberiség szokásaiban. Gyakorlatilag akkor azt mondták, hogy ne forduljon elő többször ilyen, hogy tulajdonképpen mindent előről kell kezdeni. Azóta természetesen rengeteget fejlődött, de ami nem változott, ugye ezzel kezdtem a gondolatmenetemet, az emberi természet. Az emberi természet a biztosítás kapcsán szerintem két fontos dolgot lehet megállapítani. Az egyik az az, hogy általában, és minél, hogy mondjam, keletebbre haladunk a térképen, nyilván minél nyugatabbra, ott már egy kicsit fejlettebb az ezzel kapcsolatos gondolkodás, egyszerűen a gazdaság és történelmi helyzetükből fakadóan, nem azért, mert az emberek mások, ott már ez előrébb tart ez a gondolkodás. Gyakorlatilag először mindig a vagyontárgyaikra gondolnak. Ugye az két példa is arról szólt, hogy a hajó és a tűzkárban veszett házak. És amikor a vagyontárgyakat úgy nagyjából azt mondják, hogy igen, nekem ez fontos, sokkal kevésbé gondolnak arra, hogy mi az igazi vagyontárgyuk. Hát ugye miből vettem én azt a hajót, hogyan vettem én azt az autót, meg azt a lakást, vagy azt a házat. Hát úgy, hogy én dolgoztam, vagy vállalkozást alapítottam, tehát gyakorlatilag én vagyok a legnagyobb érték az életemben. És az én saját magam egészsége, vagy életkilátásait kockáztató, vagy baleset, vagy betegség, vagy egyáltalán, hogy milyen élettartamig élek, ezekkel nem annyira szeretünk foglalkozni. Egyébként ennek is megvan a háttere, ha így lennénk összetéve gyárilag, akkor nem mernénk kimenni az utcára. De nem így vagyunk összetéve, ezért azért egy nagyon fontos trend marad az, hogy például az életbiztosításokban nagyon sok lesz a digitális technológia, a kiszolgálás is rendkívüli módon átterjed arra, hogy applikációkon érjék el a biztosítót az ügyfelek, de mindig ott marad a személyes tanácsadás, mert bizony ezt a döntést meghozni egy másik ember kell. Azt szoktuk mondani, hogy a tanácsadó kollégák az életbiztosításban az ügyfél jövőbeni szószólói. Ha tetszik, ügyvédjei. Mert ők azok, akik azt mondják, hogy kedves ügyfél, azt mondod, most legyintesz, úgyse fogom megélni. Hogy mondjuk nyugdíjbiztosításom legyen. És mi van, ha igen? Ugye? Akkor a másik verzió, ha véletlenül sokkal rövidebb a nekem kiszapott idő, és a családom mondjuk adott esetben a kisgyerekekkel, vagy az éppen otthon levő feleséggel, egy nagy lakásban vagy házban tele hitelekkel maradna ott. És hát nem beszélve arra, most én haza is beszélek, pár hónapja én is teljes mértékű lábtörést tettem össze magamnak. Gyakorlatilag az emberek nem gondolnak arra, hogy ha mondjuk balesetet szenvednek, akkor mennyi ideig nem tudják ellátni a munkájukat, nincs bevételük, és mennyi kiadásuk keletkezik ebben. És hát természetesen a trendek között nagyon fontos, hogy a jövőben úgy kell gondolkodnunk, hogy sokkal tovább fogunk élni. A mi gyerekeinknek abszolút esélye van a 100 éves kor megélésére. Sokkal több 100 éves korú lesz abban a generációkban, akik már a mi gyerekeink körül kerülnek ki. Viszont nekik sokkal tudatosabban kell arra készülni, hogy ez a 100 évből mennyit telik el egészségben. És amennyik nem egészségben, mert ugye az orvostudomány fejlődik, a terápiák fejlődnek, elérhetővé válik az, hogy, és a kutatások ugye abba az irányba mennek, hogy az öregedés nevű betegséget valamilyen módon tudjuk befolyásolni, nekik nem lesz mindegy az, hogy tudják-e egy biztosításon keresztül ezeket a szolgáltatásokat elérni, és az az élet, az a 100 év, az minőségi lesz, vagy sok betegséggel és gonddal terhes. De azért az kérdés, hogy mondjuk a mostani fiatalok ebben az értelemben mennyire tudatosak, tehát hogy mennyire gondolnak ők annyira előre, hogy azt mondják, hogy ja, hogy lehet, hogy megélem a 100 évet, akkor biztos, hogy kötök egy biztosítást, vagy azt mondják, ami ma olyan divatos, hogyha éljünk a málnak, velünk úgyse történik semmi. Látsz egy generációs különbséget ebben a fajta tudatosságban egyébként? Nem lóugrásszerű a változás, de látunk. És én azt gondolom, hogy amiatt látunk, mert ha nagyon egyszerűen mondanám, bölcsebb
a fiatal generáció, és ha most csak hazabeszélek és Magyarországon nézem, akkor sokkal hamarabb például tudatosan elindítanak kisebb összeggel, nyilván amennyit tudnak ebből a szempontból erre ráfordítani, elsősorban az egészségükkel kapcsolatosan elindítanak biztosításokat, aztán a következő időszak az arról szól, hogy megtakarításban kezdenek gondolkozni, ez jellemzően már a családalapításhoz kapcsolódik. Ahol még van teendő, az a nyugdíj célú megtakarítások és a biztosítás, mert ez jellemzően Magyarországon ez a 38 éves kor, 38-39-40 éves kor körül a statisztikai adatok alapján indulnak el. És hogy miért lenne érdemes ezen változtatni, annak egyszerű közgazdasági oka van. Ha én az első munkámba való belépésre, mondjuk az angol száz országoknál teljesen természetes. Én aláírom azt a szerződést, és azt mondom, hogy akár a fizetésemből vonják le. Tehát úgy tekintek rá, mint annak idején a Biblia is megírta, hogy a terménynek egy meghatározott százalékát én már egy másik raktárba teszem azokra az időkre, amikor nem lesz éppen megfelelő terményem. Abban az esetben gyakorlatilag egy 40 éves életszakasz alapján, amit mondjuk aktívan munkában töltünk, de el kell számolni abban, hogy ez folyamatosan emelkedni fog, sokkal kisebb összeggel, sokkal nagyobb nyugdíjcélú megtakarítást lehet elérni. Mikor 40 évesen kezdem el, akkor nyilván sokkal rövidebb az az időtartam, ezáltal sokkal nagyobb összegeket kell erre fordítanom. Amit meg lehet valósítani természetesen, csak kicsit fájdalmasabb. Térjünk vissza egy kicsit, ha nem is Scotthoz, de mindesetre ahhoz a vonalhoz, hogy a technológiai forradalom, a digitális változások milyen változást hoznak mondjuk biztosításokban, mert ha már csak Scottnál nézem az önvezető autót, akkor azért ugye vannak olyan feltevések, hogy ha majd mindenki önvezető autóval fog járni, amiről persze nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni, akkor elméletileg nem nagyon valószínű, hogy lesznek balesetek, hiszen a mesterséges intelligencia az majd szépen osztogatja, hogy ki, mikor, milyen ütemben merre tud menni. Tehát innentől kezdve mondjuk egy kaszkó vagy egy felelősségbiztosítás az értelmetlenné válik. Igazuk van azoknak, akik ezt írják, vagy nincs igazuk, illetve ha igazuk van, akkor milyen más egyéb termékek jöhetnek szóba, mert nyilván a növekedéshez az is kell, hogy folyamatosan megújuló szolgáltatásokkal és termékekkel reagáljatok arra, ami egyébként változik körülöttünk. Én ezt onnan közelíteném meg, hogy ha fölülről nézzük az egész történetet, akkor a kockázat és a veszély az ugyanúgy ott van. Valóban a mesterséges intelligenciák és a technológia segítségével lehet csökkenteni ezeket a kockázatokat, de én azt gondolom, hogy nem tudjuk megszüntetni, hiszen ha így lenne, akkor soha nem romlana el semmilyen gép, és soha nem lenne mondjuk üzemszünet. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy azokat a kockázatok fognak majd felerősíteni, amik befolyásolják az alapkockázatot, tehát hogy ezek a mesterséges intelligenciák, ezek az összeköttetések, és ezek a technológiai innovációk vajon folyamatosan üzemszünetmentesen tudnak-e működni, és ennek az árát mindig valakinek meg kell fizetnie. Tehát aki az önvezető autót megvásárolja, annak a felelőssége, bár nem ő vezeti az autót, de valamilyen szolgáltatóval kapcsolatba áll. Nyilván az autó eladásakor is kialakíthatnak majd olyan csomagokat, amivel tulajdonképpen a vételárba bele kalkulálják ezt, vagy mondjuk a leasing díjnak valamilyen hányadosa lesz. Mert hogy nem beszélhetünk arról, hogy eltűnt a kockázat, valóban ebből a szempontból csökkenthető. Én abban is bizonyos vagyok, hogy viszont például más típusú kockázatok is lehetnek. Amikor én egy önvezető autóba ülök és A-ból B-ből elmegyek, akkor például bármi olyan történhet ott velem, amit korábban én egy autóban nem csináltam. És avval kapcsolatosan is ugyanúgy lehetnek kockázatok, és hát ne beszéljünk, vagy nyugodtan egy banális történetet is hozhatok, megáll az az önvezető autó, kiszállok az autóból, és gyakorlatilag rácsapom az ajtóval a kezemre, az ujjamat az ajtóra. Tehát, hogy nem szűnnek meg a kockázatok, csak kicsit átalakulnak, és nap végén valakinek ezt meg kell fizetnie, hogyha ezt az autó árába kalkulálják majd bele, hát nincs kétségem, hogy előbb-utóbb a fogyasztó fizeti majd meg ugyanennek a díját.
Érdekes, hogy szóba hoztad azt, hogy akár az autó vételárában megjelenhet egy biztosítási díj, mert azért azt gondolom, hogy nálatok abban az értelemben egyre erősödik a konkurenciaharc, hogy most már nem csak meglévő biztosító társaságok kínálnak olyan termékeket, szolgáltatásokat, amelyek biztosítás alapúak, hanem megjelent az Amazon ezen a területen, a Google, de éppen most az IKEA-ról olvastam, hogy a bútorok vásárlásához hozzácsap némi kis vagyonbiztosítást, vagy akár még lakásbiztosítás. És ezzel mit tudtok kezdeni? Hát én azt gondolom, hogy minden más iparágban, így a biztosításban is tónusban tartja az iparágat. Ez a disruptív technológiák mellett az új szereplők, alternatív szereplők belépése. Ugye mi az, amit ezek a szereplők jobban tudnak, mint egy biztosító ma? És mi az, amiből az a verseny előny, ha tetszik a biztosítók számára verseny hátrány, majd kiindul? Ez az, hogy az ügyfélről sokkal több adatot tudnak. Egy Google ugye azt is tudja, hogy mire kattintunk rá legtöbbször, milyenek a fogyasztási szokásaink, milyen színű ruhákat preferálunk vásárolni például. Az IKEA bizonyos vagyok benne, hogy tudja azokat a szokásokat, amit otthonunkban szeretünk vagy preferálunk csinálni. Egy biztosító társaságnál ez az első számú jelenleg trendkövető folyamat, hogy Know Your Customer, jobban ismerd meg az ügyfeledet, és próbálj adatokat. Ugye a 21. században az igazi gazdasági versenyképesség az az adat. Az adat birtoklása, felhasználása és az adattal való gazdálkodás. Most nem említem ide Európát, ahol speciális kihívás ugye a GDPR szabályozása, de alapvetően azt gondolom, hogy ebben például, hát ha nem is tanulnunk, vagy valamit szinten tanulnunk kell ezektől a játékosoktól, de hogy biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb együttműködések is alakulhatnak ki. Miért? Jelen pillanatban, és ebben én szkeptikus vagyok, hogy ebben nagyon erős változások lennének, a biztosítási iparágnak, a biztosítóknak mondhatnánk az a szerencséje egyben, hogy rendkívüli módon, szabályozott módon kell folytatni az üzletmenetet. Ugye minden országban, de ha csak az Európai Uniót nézem, egy nagyon erős kontroll van a nemzeti bankok, az Európai Uniós felügyelet által. Ennek megfelelően gyakorlatilag belépni erre a piacra ugyanazokat a feltételeket kell tudni megugrani. És ha innen nézem a saját szemszögemből, akkor azért ez egy szakma. És tulajdonképpen én azt látom, vagy azt jövendőlöm, hogy ezek az új játékosok vagy előbb-utóbb oda jutnak, hogy meg kell alkotni a saját biztosítótársaságukat, vagy nagyon szoros kollaborációba és együttműködésbe lépnek majd egy-egy biztosítótársággal. És akkor itt jön a következő lecke, hogy nyilván technikailag digitalizációs folyamatok szintjében meg kell ugrani azt a standardet, amit egy Amazon tud, amit jelen pillanatban, tisztelet a kivételnek, néhány ázsiai biztosítótársaságot kivéve, szerintem például az európai biztosítók nem tudnak megugrani. Meg tudják még? Szóval nincs meg késő ahhoz, hogy most kezdjék el ezt? Ugye a játék végén, amikor gazdaságról, üzletről beszélünk, mindig három dologhoz jutazunk, ez a pénz, 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 vagy befektetés, befektetés, befektetés. Ebben a legtöbbet kell most investálniuk a meglévő játékosoknak a biztosítási piacon, és minden nagy multinacionális biztosított társaság, legyen az európai, ázsiai vagy amerikai bázissal, vagy tulajdonosi hatáskörrel rendelkezve, ezen dolgozik. Tehát, hogyha megkérdezed, hogy mik azok a buzzwordök, amik a vállalatoknál most jelen pillanatban mennek, az a digitalizáció, és amellett nyilvánvalóan a talent management, mert hogy a másik erőforrás a digitális technológiák adaptáció mellett, az a tehetség és az az ember. Hiszen ezeket az innovációkat és azokat az új folyamatokat csak akkor tudjuk behozni ebbe az iparágba, ha képesek vagyunk a tehetségeket vonzani. Márpedig jelen pillanatban azért ez egy kicsit konzervatív iparág, és nem biztos, hogy első ránézésre mondjuk egy pályakezdőnek nagyon szexi. Hát ugye ez a feladatok, hogy szexivé tegyétek, de azt foglalkoztat az a gondolat, amit akkor mondtál, ugye az elején mondtad azt, hogy szükség lesz majd a személyes tanácsadásra, hiszen az emberek a döntésükhez szeretik kérni szakember véleményét. De ugyanakkor, ha azt mondod, hogy bejönnek ezek az új szereplők, mondjuk a Google vagy az Amazon, ami rengeteg és rengeteg információt tud rólunk, akkor azért a mesterséges intelligenciából, a sok-sok információból akár össze tud állítani
egy olyan csomagot valakinek, hogyha ezt a biztosítást megkötöd, akkor le lesz fedve a, nem tudom, az extrém sportok iránti kettelésedből adódó kockázat, vagy az, hogy sokat utazol, tehát, hogy valóban kell-e majd a személyes tanácsadás? A személyes tanácsadásra kapcsolatosan én ehhez nagyon szorosan illeszkedő, teljesen igazad van, viszont egy picit én másképp látom ennek a fejlődését, és megmondom őszintén, magam ennek is örülnék, ha ez a szenárió jönne majd be. És ennek előzményét én nekem volt szerencsém már Kínában látni, a Kína legnagyobb biztosító társaságánál tett látogatásomkor. Amikor is ott a digitális stratégia, az röviden mondom, arról szól, hogy először a kínai használtautó.hu portál elindult, ahol egy szemmel látható, nyilván a számokba be is széldülünk magyar számok ismeretében, hogy mekkora adatbázist gyűjtöttek össze, hiszen ezek az emberek ugye folyamatosan ott adták és vették a használt autót. Majd ezen adatbázis, nyilván ott nincsen GDPR Kínában, ezen adatbázis alapján elindították a vagyonbiztosítót, hiszen már volt ügyfél adat, és meg lehetett őket kínálni, például gépjárunk felelősségbiztosítással, vagy kaszkóval, balesetbiztosítással. És mikor ez is elindult sikeresen, akkor megalapították az életbiztosítót, és az életbiztosító megalapítás követően megalapították a személyes értékesítési hálózatot. Minden digitális technológia rendelkezésükre áll, nulláról indultak. Aki esetleg nem tudja, Kínában, amikor én elsétáltam egy ilyen kis aluljáróban az út alatt ilyen fejkendős nénik árultak zöldségeket, és arra lettem figyelmes, hogy mindenki náluk telefonnal fizet. Tehát, hogy itt ott készpénzforgalom sincsen, és nyilván azt is tudjuk, hogyha véletlenül valaki illetlenül viselkedik az utcán, az összes kamera bárhol vagy, bármelyik utcán vesz téged, és levonják azt a pontot, vagy büntető pontot kapsz, ami hát egy meghatározott keretrendszeren belül ugye előnyöket, vagy adott esetben az előnyöktől való elesést jelenti. Tehát ilyen szintű a digitalizáció Kínában, és ennek ellenére életbiztosítást személyesen értékesítenek. Úgy, ez nagyon cuki történet volt, hogy ott az ottani kollégával beszéltem, aki beavatott abba, hogy mondtam, hogy itt is nehéz. És akkor azt mondta, hogy de tegyék hozzá azt, hogyha valaki befogad a lakásába, mert a legtöbb ilyen beszélgetés az a lakásban történik, hiszen ez bizalmas terület, és ezt preferálják a kínaiak abban a tartományban különösen, és kiejteni a halál szót, az a családra hetedíziglen rossz óment hoz. Tehát úgy kell a kollégáknak ott erről a szolgáltatásról beszélnie, mondjuk a kockázati életbiztosításról, hogy mi lesz veled, ha meghalsz, mit hagysz a szeretteidre, mi az a legszebb szerelmes levél, ahogy mi a szakmában mondjuk, mert az életbiztosítás az valóban az, amit hátrahagysz mondjuk az özvegyedre, nem lehet magát ezt a szót kiejteni. Na és akkor, hogy néz ki ez az egész? Hogyan segíti a digitalizáció személyes értékesítőket? Valóban már úgy tud a találkozóra felkészülni, hogy az összes adat, ami rendelkezésre áll az ügyféről, már a mesterséges intelligencia adhat egy személyre szabott portfólióajánlatot. Abban is fog segíteni például, hogy minden ember egy kicsit más személyiség. Ismerünk sokféle személyiség tipológiát, de például van olyan ügyfél, aki csak tényalapon, csak racionálisan lehet beszélni. De van olyan ügyfél, és azért az ügyfeleknek a legnagyobb része jelen pillanatban még ebből kerül ki, akiknek az életbiztosítás, az egészségbetegség biztosítás az egy irracionális beszélgetés, kizárólag az érzelmek alapján hoznak döntést, és kizárólag az érzelmek alapján tartják fönn ezt a szerződést. Tehát itt például egy digitális technológia, egy applikáció segít a munkatársaknak, hogy pár kérdés alapján kidobja a tanácsadónak, hogy milyen személyiségtípusú az ügyfél. Tanácsot ad, és rávezeti, hogy ezáltal melyik folyamat, melyik szkriptet, melyik beszélgetés vonalat
vegye föl, és ezáltal nagyobb sikerességgel emeli a zárások, ugye ez a belső tolvajnyelv az életbiztosítási értékesítésben, zárásra tudja vinni nagyobb sikerességgel a szerződést egy ilyen személyes találkozásnál. Aztán azt is láttam, hogy ez az applikáció ezt követően folyamatosan kapcsolatba tartja a tanácsadót az ügyféllel, ezen gyakorlatilag zárt vonalon tud kérdéseket később föltenni, születésnapra ezen keresztül mennek az üdvözletek, illetőleg olyan információkat lehet oda-vissza megosztani, amelyek kapcsolatosan a szerződésnek a hosszú távú fenntartását lehet elősegíteni és megőrizni. Tehát én azt gondolom, hogy amiért nagyon-nagyon sok érzelmi elem van az életbiztosításban, hiszen még egyszer, ha elhinnénk rögtön születésünktől kezdve, akkor nem mennénk ki az ajtón, mert félnénk, hogy a fejünkre esik egy virágcserép. De ezzel, hogy a tanácsadó képes arra, hogy megfelelően az ügyfél nyelvén és az ő közegében meg tudja fogalmazni, hogy kedves ügyfél, most beszéljünk rólad mondjuk 20 év múlva. Beszéljünk rólad egy olyan esetben, hogyha baleset ér. Beszéljünk rólad abban az esetben, hogyha egy kritikus betegség üt be. És nyilván el tudja mondani és meg tudja mutatni azokat az információkat, amit megint az ügyfélnek például nagyon érdekes volt, hogy emlékszem, hogy a kérdések alapján az is kijött, hogy mondjuk milyen típusú illusztrációkat mutassunk az ügyfélnek. Az egyik az kifejezetten a grafikonokat szereti, a másik a színes képeket, mert ugye vagyunk vizuálisok, van akik, tehát különféle típusúak vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy abban fog segíteni a személyes tanácsadóknak még ez a technológiai forradalom, hogy segítik a kommunikáció hatékonyságát. Mert hogy tehát akkor magyarul te azt mondod, hogy nem az van, hogy a mesterséges intelligencia alkot nekem, nem tudom, Catherine-t, aki majd az adatok alapján, amiket rólam megtudott a rendszer, összerak egy színes szagos képet, hogy ezt kellene elfogadni, hanem tényleg szükség van azokra a húsvéremberekre, akik oda mennek, és akkor azt mondják, hogy hát tényleg ez egy jó döntés. Hát lesz. Most nyilván egy pici benfentességet árulok el, én amikor éppen nem úgy haladnak a dolgok, meg állnak úgy az eredmények, akkor szoktam mondani, hogy ugye Zuckerberg úrtól már hallottuk, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz egy avatárja, és tulajdonképpen amikor én itt vagyok, akkor éppen lehetek máshol is, és előbb-utóbb nyilvánvalóan az avatárt azt én meg tudom tanítani, hogy valamit még hatékonyabban csináljon, tehát előbb-utóbb elképzelhető, hogy nem minden fázisban maga személyesen a tanácsadó fog találkozni az ügyféle. Mondok megint egy másik példát, hogy a piac hogyan változhat, az Egyesült Királyságban jó pár évvel ezelőtt egy szabályozás jelent meg, ami alapján a juttatást, egy biztosítás sikeres értékesítését az ügyfélnek kell kifizetnie. És nyilván azóta ez a piac működik, és az egyik legfejlettebb biztosítási kultúra az Egyesült Királyságban van világon, de azért volt egy átállás, és akkor viszonylag sok tanácsadó választott más karriert magának, hiszen nem mindenki tudta megugrani azt, hogy ezt a feladatot abszolválja. És akkor az alakult ki, hogy ha valakinek személyes biztosítási tanácsadója van, az kifejezetten luxusnak minősült. Mert annyira kevés lett ugye a fóka, vagy hogy is van ez a mondás. Tehát a lényeg az, hogy előbb-utóbb ez az, hogy te valakivel beszélhetsz személyesen, annak meg lesz az ára. És azt gondolom, hogy aki majd jól csinálja a vállalkozását, meg jól kitalálja azt az ügyfélkezelést, az előbb-utóbb kitalálja azt, hogy bizony, ami már most is van, hogy asszisztenseggel dolgoznak a legsikeresebbek, hogy bizony a fontos beszélgetéseknél maga személyesen a tanácsadó van jelen, személyes most már jelenhet egy Webex-et, persze, vagy egy Zoom-ot is, de beleadja a tudását és az azonnali emberi reakcióit, mert ugye az, amit a mesterséges intelligencia a mai tudásunk szerint még mindig nem tud lekövetni, hogy amikor neked mondjuk elcsuklik a hangod egy beszélgetés kapcsán, mert eszedbe jut, hogy valaki a családban vagy a szomszédban történt vele valami, arra egy mesterséges intelligencia nem tud reagálni, és nem áll meg, és nem teszi a kezét mondjuk a te kezedre, és mondja azt, hogy álljunk meg egy pillanatra, hozhatok egy pohár vizet. A mesterséges intelligencia, ahogy én tapasztaltam egy ilyen bemutatáson, ott mondja tovább. Ott nem értelmezi azt, hogy veled mi történt éppen. Tehát én abban vagyok biztos, hogy azoknál a feladatoknál, hogy kedves ügyfél, elmaradt a díjfizetés, már az avatár fog jelentkezni, az asszisztens helyett mondjuk. Vagy kedves ügyfél,
egy újabb lehetőségünk van, röviden bemutatom. Azt nem biztos, hogy a személyes tanácsadó fogja elmondani, hanem lesz valaki, aki majdnem úgy néz ki, vagy úgy néz ki, elmondja egy rövid videóba, bejelentkezik, és utána pedig azt mondja, hogy ha amennyiben majd az időzített éves találkozásunkkor találkozunk, akkor erről tudunk beszélni. Ha szeretne hamarabb, akkor ön nyomja meg ezt a gombot, és akkor az időpont már is a két naptár egyeztetése szerint létrejön. De figyeljként, tudod, mi izgatott most hirtelen föl? Ez az avatár, hogy ez elképzelhető, hogy mint az avatárokra is lehet biztosítást kötni? Tehát, hogy úgy megyünk be a metaverzumba, hogy én mit tudom, hogy milyen valami extrém dolgot kipróbáltatok az avatar, amit én egyébként ugye sem itt az életben... jogászoknak is sok dolga lesz, és itt jön be mindig a szabályozás, hogy szerintem az emberi kreativitás csodálatos, és minden szektorban, így a mi iparágunkban is fantasztikus dolgokat tud létrehozni. De egy dolog van, ami mindig így szépen ezeket így kordába tereli, az pedig a szabályozás, ami jellemzően egy jogi szabályozás. Egy avatár is okozhat kárt. Tehát a felelősség az ugyanúgy ott van. Az avatárnak is vállalnia kell a következményeket. És nyilvánvalóan, aki létrehozta, aki felelős ezért az avatárért, hát annak kell majd helytállnia, hogyha valamilyen kártérítési igény keletkezik valakitől, akinek mondjuk az avatár nem megfelelő szolgáltatást nyújtott, vagy adott esetben nem megfelelően tájékoztatta. Hát én mondjuk most még ezt, nem tudom én, hogy te hogy vagy vele, én ezt most meg így próbálnám nem is elképzelni, hogy milyen lesz az élet, ahol a metaverzumban futkároznak az avatárok, és élik az életüket, miközben mi megpróbálunk, nem tudom, az utcán összefutni egymással, vagy egy kávézóhoz. Hát nézd, de van olyan néhány terület, és itt mindig a fájdalom. Tehát mindig ugye mindig mohács kell ahhoz, hogy az ember átshiftelje, át... Most elnézést, hogy ennyire egyszerű példát hozok, de én már, ha lenne avatár háztartási segéd nekem, aki, mert hogy például nem lehet nagyon találni olyan embert, aki rendszeresen meghatározott időpontban el tudja vállalni, hogy jön és segít kivassalni a ruhákat, és összekapni a lakást. Nyilván vannak már porszívók, vannak már mosógépek, de valahogy olyan nincs, aki az összeset így összerántaná. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból lesznek olyan területek. A másik, ugye ez nem kifejezetten avatár, de vannak olyan országok, például Japán, ahol már, amiről én beszéltem, ez sokkal napi szinten megélik, hogy sokkal hosszabbak az életkilátások. És ugye Japánban sokkal több időskori pelenkát értékesítenek ma, mint gyermekpelenkát. És tulajdonképpen ott a gondozás az időseknek, amiről nem beszéltünk a trendeknél, ez egy előttünk álló cunami. Mert avval, hogy az életkorunk kitolódik, avval, hogy tulajdonképpen életben tudjuk majd tartani sokkal tovább magunkat, alapvetően nem jelenti azt, hogy a magánnyal tudunk majd mit kezdeni, nem jelenti azt, hogy avval tudunk mit kezdeni, hogy mindent magunknak meg tudunk csinálni, és ez egy nagyon-nagyon fontos fejlődési terület, ami azt gondolom, hogy az emberiség javát fogja szolgálni, hogy ezeket a trendeket nem lehet megállítani, tehát a vonat az futszalad, viszont ezek az új technológiáknak köszönhetően már most működnek olyan háztartási vagy ápolási segédletek, olyan robotikák, amik hát még nyilván nem nélkülözik az avatár, tehát nem emberi formátumban jelennek meg, de alapvetően számos olyan dologban meg tudják ezeknek az idősek az életét könnyíteni, amit mondjuk ezek nélkül hát igazából nem lehetne megoldani, mert nincs emberi erőforrás, nincs annyi ápoló, aki ezt meg tudná oldani. És akkor azt gondolod egyébként, hogy ez például a biztosítási piacon adhat új lehetőséget, mert hogyha ilyen típusú biztosítási terméket talál ki mondjuk egy biztosító, akkor az versenyelőre tehet szert, mert hogyha most elkezdem azokat a bizonyos minimális összegeket belerakni, akkor lehet, hogy nagyobb eséllyel fognak engem normálisan gondozni. Az ügyfél igény az mindig megelőzi a termékeket, és az lesz a versenyképes szolgáltató, aki az erőforrásait koncentrálni tudja, és azt tudja mondani, hogy kijövök folyamatosan olyan megoldásokkal, mik követik ezeket az ügyféligény változásokat. Az biztos, hogy mindig egy picit lassabban fog működni, amíg ez a szabályozottság fennáll, és ami előny volt mondjuk, hogy megmenti most a tradicionális, hagyományos biztosítótársaságokat attól, hogy hirtelen átrajzolja mondjuk egy Amazon vagy egy Google a térképet, ugyanez egy picit
békjó is ebből a szempontból, hogy vajon mennyire és milyen mértékben fogja tudni majd lekövetni. Én nagyon hiszek a szabad versenyben és az emberi kreativitásban, és abban is bizonyos vagyok, hogy ahogy a rómaiaknál volt már ugye biztosítás, és ahogy például mondjuk, ha egy abszolút speciális területet ragadok ki. Például, és ezt nem mondtam, hogy az élet vagy a nyugdíjjal kapcsolatos, vagy az élet szakaszokkal kapcsolatos biztosításokról, hogy ugye nagyon sokáig, több ezer évig kizárólag a katonáknak járt nyugdíjas korukra valamilyen appanás, valamilyen állami ellátás. Ugye ezt Rómában a gladiátorokkal és a zsoldos katonákkal tudták elkezdeni, és ugye Bismarck volt az első itt Európában, aki azt mondta, ott is egy külső hatásra, mert nyilvánvalóan elindultak azok a marxista filozófusok, akik olyan politikai üzeneteket hoztak, hogy mindenkinek kellene valamilyen alapellátást nyújtani. És erre jött válaszul az a szociális ellátórendszer, ami most jellemzi mondjuk az európai országokat. És ehhez képest ugye például azt is látjuk, hogy önmagában minden rendszer, amit kitalálunk, előbb-utóbb meghaladja önmagát, hiszen azban a rendszerben Bismarck idejében még jellemzően 40-45 évig éltek az emberek, és ma már ez sokkal több. Úgyhogy mindig kell követni az iparágnak nem csak a ipari, most hanyadik pont nulla lesz már mondjuk 100 év múlva, vagy 50 év múlva, de azt is, hogy a meglévő, ami tegnap igaz volt, ami tegnap előtt működött, az nem biztos, hogy nem is kell adott esetben 5-10 évet várni, de már egy év múlva nem feltétlenül lesz működőképes. Honnan tudod magadat, vagy hogyan tudod magadat frissen tartani és nézegetni a legújabb változásokat? Most az jutott eszembe, hogy pont tegnap láttam egy nagyon rövid filmet, ami 5 évvel ezelőtt készülhetett talán, már akkor 3D nyomtatóval 24 óra alatt húztak föl egy házat. Ez nyilván már sokkal komolyabb házakat is föl fognak tudni, tehát mondjuk például a technológia ebben az értelemben is teljesen átalakítja azt, amit egy otthonról gondolunk, vagy hogy ott kiket kell biztosítani, mit kell biztosítani, hogy kell biztosítani, és akkor ez csak egy nagyon-nagyon szűk mesdje, és rengeteg terület van, most az agráriumtól kezdve, bármit mondhatnék az űrkutatáson át, amire nyilván nektek is reagálni kell. Szóval te hogy csináld azt, hogy gyűjtsd az információkat, hogy napra kész legyél, hogy ne csak te legyél kreatív, de körülötted, akik segítenek a te döntésed meghozatalában, szintén ilyen mentalitással legyenek. Hát én először személyesen, én önmagam alapvetően ilyen személyiségű vagyok, hogy rendkívül érdekel minden, és különösen érdekelnek a trendek, és én a vezérigazgatóként mindig azt tartottam és tartom szemem előtt, hogy én a jövőért vagyok felelős, a legalább 6 hónap múlva miből lesz kenyerünk című történet, vagy ki fizeti a vacsoránkat, ugye, hogyha itt Adam Smith híres könyve és mondás alapján, az az én dolgom. A vezetőtársaim és a munkatársaim azok, akik a mai nap vacsoráját ért dolgoznak, de nekem az a kutya kötelességem, hogy én mindig előre fürkészek, hiszen ugye egy vezető az valahol elő megy és viszi magával azokat az embereket, akik hajlandóak ugyanahhoz a célhoz és azok az értékrendekhez csatlakozni. Természetesen, ha valaki lemarad, akkor ugyanúgy az én dolgom, hogy oda menjek és megkérdezem, hogy mibe tudok neki segíteni. Tehát ez az én személyiségem. Azon belül én rendkívüli módon itt tartom magam frissen, hogy nem csak a saját iparágamban, ami általában várom, kíváncsian és kutatom, hogy milyen újdonságok vannak, hanem amit én nagyon fontosnak tartok, hogy, és személyesen csinálom is, hogy rengeteg időt töltök nálam sokkal a fiatalabbakkal. Hiszen nekik olyan tudásuk, világlátásuk van, amit én természetesen nem tudok már képviselni abból, hogy van egy múltam, és bármennyire is jövőbe tekintő vagyok, azt azért tudjuk, hogy az ember úgy van összetéve, hogy lineárisan gondolkozik, ha nem figyel erre, mert hogy a múltbéli tapasztalatok azok nagyon gyakran, ugye ez is megint az evolúció terméke, azok alapvetően, még ha észre se vesszük, és törekszünk arra, hogy ez ne legyen nekünk egy megkötés, de mégis befolyásolnak bennünket a mindennapi döntéseinkben.
Tehát frissen kell az embernek tartania magát, hinnia kell abban, hogy egyetlen dolog, ahogy te is mondtad, örök az a változás. Tehát én ezt szoktam mondani gyakran a kollégáimnak, hogy két dologra figyeljenek, rugalmasak legyenek, és rugalmasság, elengedés. Tehát van egy olyan pillanat, mikor el kell engedni a régit, és nyitottnak kell lenni, rugalmasnak az újra. És hogy hogyan tudom ezt? Itt kultúrát érdemes teremteni. Én ebben hiszek, ezt vallom, és reményeim szerint ezt is tudom tenni. Egy olyan kultúrát, amiben ha valakinek van egy új ötlete, az büszkeséget jelentsen neki, hogy arról beszél. 100-500 ötletből, ha egy megvalósul, ezt pontosan tudjuk. Az is nagyon fontos, hogy amikor minél nagyobb cégnél dolgozik az ember, nem biztos, hogy ott születnek helyben ezek a döntések, viszont akkor meg kell tudni találni, hogy hogyan lehet egy hidat építeni, mondjuk az eredeti, valahol messze született megoldás és a helyi adaptáció között. Azért én mindig azt szoktam mondani, hogy a piacok bármennyire is globalizáció van, ezekben a nagyon személyre szabott szolgáltatásokban, mint a biztosítás, azért mindig a benszülöttek fogják tudni igazán sikeresen értékesíteni. Ja, nagyjából megfogalmaztad azért azt is, hogy mit gondolsz a vezetésről, hiszen ahogy mondtad, hogy hogyan tudod a kollégákat instruálni, hogy tudsz oda menni hozzájuk, hogy ha bajban vannak, akkor hogy tudsz nekik segíteni. És én tudom, hogy te nagyon-nagyon sok szervezetben vagy ott, azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindenkit mentorálsz, és nagyon sokszor beszélgetsz és támogatsz más női vezetőkkel, de én nem szeretném a női vezetésre szűkíteni ezt a beszélgetést, hanem a vezetésre koncentrálnék, hogy ha most a jövőbe tekintünk, és azt én értem, hogy a te személyiséged olyan, hogy nyitott vagy az újdonságra, tudsz és akarsz is tanulni, és tudsz elengedni, és tudsz rugalmas lenni. De szerinted még milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki azt gondolhassa magáról, hogy 5, 10, 15, nagy Isten 20 év múlva ő érvényes dolgokat tud mondani és mutatni másoknak vezetőként? Hát köszönöm ebből a szempontból, mert hogy ezt mindig el szoktam mondani, azt, hogy én lánynak születtem, arra én nem tehetek, tehát ahhoz nem volt sok közöm. Szerintem mindannyiunknak ahhoz van köze, hogy aztán mit hozunk ki abból az alapanyagból, amit a szüleinktől kapunk. Én vezetőként azt vallom, hogy a vezetői szerep is egy transformáción megy át. És amikor én elkezdtem dolgozni, és látni magam körül ikonikus vezetőket, egyben olyanokat, és akiktől azt tanultam meg, hogy én biztos mit nem fogok úgy csinálni, mert szinte mindannyiunk életében, ahogy a tanároknál is volt jó, jobb vagy kevésbé jobb élményünk, vagy a kémia jobban vagy kevésbé működött. Mindenképpen azt igyekeztem, hogy amikor én majd oda jutok, hogy akár az első vezetői feladatomat megkapom, akár majd egy nagyobbat, ami már egy teljes cégvezetésen, majd már egy külföldön, egy másik kultúra, más nyelven beszélő embereknek a vezetése, akkor mindig az volt az érzésem, hogy nekem az a feladatom, hogy én közösséget építsek, a közösségben megteremtsem azt, hogy ott mindenki a létező olyan állapotba tudjon kerelni, hogy a magából a legtöbbet hozza ki, egymást inspirálják a folyamatos növekedésre, fejlődésre és a tudás megosztásra. Erre kell figyelnem nekem, hogyha valaki ebbe be akar trollkodni, akkor azt picit kivegyem abból a közösségből, átmenetileg, vagy akár tartósan is, illetőleg, hogy a lángot és ezt a kultúrát ezt erősítsem. Nekem ez volt a legfontosabb mindig, és a mai napig. Azon belül pedig, hogy az emberek merjenek nagyot álmodni. Én most is nem csak a biztosítási iparágra mondom, én nagyon sok mentor beszélgetésem van, nem csak nagyvállalati körben tudok hál' Istennek beszélgetni emberekkel, hanem vállalkozói körben is, amit én nagyon-nagyon respektálok, hogyha valaki a saját pénzét, erejét teszi kockára a vállalkozás elején, és kitartó munkájának eredményeként majd elindul, és más embereknek is munkát tud adni. És azt látom, hogy ott beszélve vezetőkkel, akár cégtulajdonosokkal is, nincs nagy különbség ebben. Tehát ma már ugye az, hogy kicsatlakozik hozzád, azért az nem, nincs bőség. Nincs bőség, ezt mindannyian tudjuk. Hogyha elkezdesz beszélgetni cégvezetőkkel, az első sírám az ez lesz.
Azt is tudjuk, hogy mindenki a tehetséget kutatja, mert minden technológiát meg lehet a nap végén vásárolni. De az ember az a különbség, az tud igazán egy olyan dolgot, az origin, ugye a startupoknál is mindig a befektetők ezt nézik, hogy kik azok az emberek, mit hozta őket össze, nem a szél söpörte őket össze, hanem valami nagyon tudatos, oldhatatlan vágyuk van, ahogy én Kürti Sándortól tanultam ezt a kifejezést, hogy azt a valamit, amikben ők hisznek, létrehozzák. Tehát visszatérve a kérdésedre, vezetőként a 21. században már nem engedhetjük meg azt magunknak, amit mondjuk személyiségemben hozzám sose állt közel, hogy én mindent tudok. Csodába. Hát hogy az ördögbe lehet? Hát olyan széles spektrumon kell működnünk. Ellenkezőleg olyan emberekkel kell körülvenni magunkat, akik nálunk azon a területen sokkal erősebb és magabiztosabb tudással rendelkeznek. Ezért alakul át az, hogy egy közösségépítő, az együttműködést erősítő, és egyben a lelkesedés lángját őrző és azt hevítő embernek kell lenni egy vezetőnek. És amire visszatérek, hogy én nekem egy ilyen fejlővésem, hogy merjünk nagyban gondolkodni, ugye mi egy olyan szocializáció, vagy legalábbis meg az én korosztályom, nekem nagyon emlékszem rá, hogy édesanyám mindig mondta, hogy fiam, ne lúgjál ki a sorból, ne különcködjél, ezt nem szeretik a tanárok, stb. És szerintem ez bennünk van alapvetően, hogy az elég jó is jó, ami nem baj, de miért ne merhenénk egy utána még egyet álmodni, ami adott esetben még nagyobb, akár az országhatárokon is túlívelő üzletet tudunk építeni. Úgyhogy én ebben látom még a jövő vezetőjének a feladatát, hogy tágítsa a határokat, és ne korlátozza a munkatársainak az oldhatatlan vágyát a növekedésre. Ez nagyon jó zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk.